Köszöntöm stúdiónkban Farkas Béla képviselő urat. Az országos híradásokból hallhattuk, hogy már javában folyik a kampány. A pártok kérdőívekkel ostromolják a választókat. Mi a véleménye ezen eseményekről? Hát igen, a kampány ugye akkor szokott kezdődni, amikor a választások befejeződnek, és az már bizony elmúlott 3 éve, és valóban felgyorsulnak az események, és egy olyan irányban mozognak, amit talán úgy értékelhetünk, mint vidéki politikusnak mondott véleményalkotók, hogy felesleges olyanokkal zargatni, zaklatni a választópolgárokat, magyarul választási lázba hozni, ami kormányzati és parlamenti döntéseket igényel. Itt van most, ugye tegnap bejelentették, hogy 3 hét alatt 520 ezer aláírás gyűjtött a Fidesz a rezsicsökkentéssel kapcsolatosan, hogy védjük meg az országot. Ha valaki józanul végiggondolja, és talán nálamnál is józanabb vélemény volt egy hölgy valamelyik riportban, hogy miért írjak én alá egy olyan aláírásgyűjtő hívet, amikor már meghozta a parlament a döntést, hogy a rezsiknek a csökkentését elkezdődött, ugye a villamos áram, a gáz, és azt hiszem, hogy csak a kettő, és szó van a többi rezsi díjaknak a fizetésének a csökkentéséről. Ez nem állampolgári, ez nem választópolgári kompetencia, hanem ez mindenkori hatalomnak lévő kötelezettsége és kötelessége egy országban a rendet, a nyugalmat és a biztonságot, már a fizetőképes biztonságnak a megtartása. De mondhatom, a szocialista pártnak a kérdőív gyűjtési akciójának a kezdeményezését, annak az aláírás gyűjtését. Én elmondtam ezt az elmúlt alkalommal, amikor sikerült együtt lenni országgyűlési képviselő társainkkal, hogy nem is érti a Magyarországnak, a lakosságnak a 80%-a az áfának a rendszerét, hogy mi csökkentsünk a 25%-ból 5%-ra az élelmiszer áfáját. Ha azt mondanánk, hogy az élelmiszerért kevesebbet fizessünk 20%-kal, és ne tartalmazzon akkora adót, akkor mindenki érti, már ma a rezsé és az adók körül forog a világ. Adót fizetni senki nem szeret, mindenki megpróbálja kikerülni, ezért ilyen magas Magyarországon a 27%-os áfa kulcs is. Azt is tudjuk, hogy az áfa nélkül nem működik az ország, mert napi befizetésekből tudja a likviditását eszközölni, és teljesen mindegy, hogy most szocialista vagy éppen Fidesz kormány is van. Ezt én nem tartom célszerűnek, meg észszerűnek sem, hanem én nekem az lenne, és mindig is az volt, összefogással az országnak a jobb ulását és az élhetőségét kellene közösen, együttesen megoldani, mert ez az irány, ami most van Magyarországon, ez nem azt mutatja sajnos. A jövő évi választásokon több újdonság is életbe lép. Mi a véleménye a határon túli magyarok szavazati jogáról? Hát talán ebben a televízióban is volt, amikor céloztam rá, hogy nekünk ugye van erdélyi testvérvárosi kapcsolatunk, és az elmúlt időszakban hála Isten sikerült is egy kicsit stabilizálni városunknak a képviselő testületének és nem egyes vezetőinek, mint az elmúlt időszakban, hanem tényleg vagyunk most talán olyan helyzetben, mint képviselők, hogy egységesen tudjuk megítélni a testvérvárosi kapcsolatokat, a határon túli magyaroknak is a helyzetét. Én azt tapasztalom, és ez lehet a valóság, az ott élő kisfalukban, kisvárosokban élő embereknek a kérését, hogy hagyjanak bennünket nyugodtan élni Erdélyben, és lehetőleg minden irányú politikától mentesen legyünk. Ugye ez így szépen is hangzik, gondolom az én számból is, őnekik mindig is ez volt a kérésük. Most ugye voltunk az utazás kiállításnak a megnyitóján, én ott is találkoztam azokkal az erdélyi ismerőseinkkel, Szóváltával is, a mellette lévő kis településeken, és talán el is mondtam jó példakép, hogy román állam fizette ki az utazás kiállításon való részvételnek a díjait, pedig egy 1 méteres stand állítólag 200 ezer forintba került az ott megjelenőknek. Hogy ezzel azt akarom mondani, hogy ez egyetlen egy politikai szervezetnek sem jó, és azért nézzük meg az időközi választásoknak az eredményeit. Én nem akarok nagy politikával, soha nem szerettem foglalkozni, de ha csak a számokat nézzük, és azok magas dolgok, hogy mikor 1,2, meg 2%-ot érnek el az úgymond demokratikusnak szerveződő pártok, a megosztottság sehol nem jó. Ahogy a Magyarországon nem jó, hogy most megvan osztva a baloldal, és ez nem a baloldalnak a hibája, hanem a nagy politikának a hibája, ez, hogy felszalámízzuk a
lakosságot, hogy nehogy az Istennek is át tudjanak igazodni. Ez már bebizonyította, hogy nem jó irány, mert hogyha az Erdélyben élő magyarságnak is meg lenne az egységes összefogása, akkor sokkal több parlamenti helyet tudnának elfoglalni országosan, sokkal több célt tudnának a magyarság megvédése érdekében elérni, úgy, ahogyan most csak egy vagy kettő olyan parlamenti képviselet van. Most azért Erdélyben meg tudjuk azt, hogy 300, majdnem közel 400 fős a parlament, hogy elenyésző százalékos arányban is, arról már nem is beszélve, elnézést, hogy a megszólalás lehetősége is. Egy biztos, hogy itt volt a miniszterelnökünk azon a nagy rendezvényen, amit a sportcsarnokban tartottunk, és ő elmondta, érdemes lett volna még nagyobb hangot adni, hogy ő nem az a korosztály, Románia vezetése. Ugyanúgy a magyar vezetésem az a korosztály, hogy az idősektől örökölt, mert ők már megsérték azokat az időszakokat, amire visszahivatkoznak. Ugyanezt mondhatjuk Erdélyben lévő magyarjainkra is, hogy ők már egy más korszakot építenek, de viszont én azt látom, hogy ők sokkal biztonságosabban élik a hétköznapjaikat a vidéken élő emberek, mert megőrizték az önfenntartó képességüket. Ezt sajnos Magyarországra nem mondhatjuk el. Most a kérdésnek az eredetére visszatérve, én nem vagyok benne biztos, hogy a vitorlából akkora szelet fog kifogni a jelenleg regnáló kormányzat, hogy olyan nagy szavazati arányokat fognak kapni, mert az ott élő embereknek is a józan megítélő képessége egészen más. Ugyanaz, mint itthonnál a közvéleménykutatásoknál. Igaz az a mondás, hogy nem azt kell megnyerni, hanem a választásokat kell megnyerni, és aki érzi a saját környezetében, a bőrén tapasztalja, hogy most jó irányban van-e az országnak az irányítása, azt a szavazófülke magánja úgyis el fogja dönteni. Az elmúlt testületi ülésen is értesülhettek nézőink a költségvetés helyzetéről. Mennyire stabil városunk anyagi helyzete? Hát ez egy nagyon kényes kérdés, de talán nem is azt mondanám, hogy a városunk helyzete, hanem az országban lévő önkormányzatoknak a helyzete ből adódóan, hogy most nyugodtan mondhatjuk azt, hogy olyan elfogadott költségvetéssel nem rendelkezik Sümeg városa sem, amire kiszámítható és biztonságos működtetést lehetne bárkinek is felelősen mondani. Nekünk, én elmondtam, itt is elmondtam a testületülésen is, hogy most valahogyan az Európai Uniós jövő illetően a 2014-től 20-ig lévő költségvetési irányelveinek kellett, hogy megfeleljenek az önkormányzati költségvetések, ami keretszámok és ugye nullás. Kiadás bevétel oldalán nullának kell lenni. Az, hogy a kiadásaink sajnos ugye itt van egy hosszú tél magunk mögött, reméljük most már egy hónapot nyakunkba zúdított, hiszen nem csak a lakosságnak, hanem az intézményeknek a fűtéséből is, világítására is vonatkozott, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy odafigyeléssel és nagyon-nagyon-nagyon átgondoltsággal lehet ezt az évet úgy megúsznunk, hogy ne kelljen külső beavatkozásnak lenni. A hosszantartó téli időjáráshoz kapcsolódóan útjainkat kátyúk borítják több helyen. Mekkora kár tehet ez az autóban, és mikor várható az útjaink javítása? Hát ez ugye kapcsolódik az előző kérdéshez, hogy a költségvetés az mindig csak előirányzat. Én nekem meggyőződésem és biztos vagyok abban, hogy szinte azt mondhatjuk, hogy egy hete, nincs egy 10 napja, hogy elmentek a mínuszok. Valóban igazából most a plusz 10-12 fok után fognak előjönni azok a kátyús ki lyukat, utak, járdák, átereszek, mert nap mint nap a közszolgáltató Kft. Szinte vödrökkel viszik, most az óvodánál volt három olyan kátyú, ahol tényleg nem kisgyerekek, hanem felnőtt emberek, vagy éppen az autóknak a kereke is ki tudott volna törni, hogy próbáljuk foltozgatni, de ehhez egy sokkal nagyobb volumenű pénzeszköznek, forrásnak kellene lenni, de az, hogy a baleseteknek a megelőzésére szerintem biztosan kell, hogy jusson fedezete az önkormányzatnak, nem csak a lakosság közérzete érdekében, hanem tényleg a vagyonvédelem és a biztonság érdekében. Köszönjük szépen képviselő úrnak a beszélgetést, és szép hétvégét kívánunk! Köszönöm szépen, hasonló jókat kívánok én is!